Fokozott óvatosságú közlekedésre hívja fel a figyelmet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, ugyanis több köztük egy halálos kimenetű baleset is történt a megye útjain az elmúlt hétvége során. Szombaton éjjel érkezett egy bejelentés, hogy Julia Major környékén kigyulladt egy autó. A teljesen kiégett járművet egy 20 év körüli tengelici férfi vezette. Egy autóvezetője közlekedett Tengelic irányába a 62-35-ös úton az éjszakai órákban, amikor ismeretlen körülmények között lesodródott az útról, előbb autója jobb hátuljával egy fának csapódott, ezt követően tovább sodródott, és az autó bal elejével egy másik fának is nekiütközött. Ezt követően az autó kigyulladt és teljesen kiégett. A járműben egy személy utazott, aki a helyszínen életét vesztette. Szintén szombaton Nagykunyi környékén is baleset történt. Egy 42 éves férfi részegen lesodródott az útról, és villanyoszlopnak csapódott. Az autóban négyen ültek, köztük két gyerek. Vasárnap pedig Várdomb irányából Bátaszék felé bodult fel egy autó. Az autó vezetőjének elmondása szerint járműve elé kiugrott egy vad, és ezért ő elrántotta a kormányt. Az autó vezetője ekkor elveszítette uralmát az autó felett, és az út melletti árokba csapódott, ahol felborult. Az autóban ketten utaztak, mind a ketten könnyebben sérültek meg. Pakson egy motoros közlekedett a Kornis utcában, amikor későn vette észre az előtte álló gépjárművet, neki ütközött, majd elesett. A 60 éves motoros a balesetben könnyebb sérüléseket szerzett.